Hát a zenekar az körülbelül már egy 8 éve fenn. Magát a zenélést már elég régóta űzzük, tehát van, aki a jazzkonzit végzett, valaki a Liszt Ferenc főiskolát, valaki Székesfehérváron a főiskolát. Hasonló gyökerekből táplálkozva, de más irányba megyünk, mint a free zene. Tehát ezért is akartunk más nevet adni, nem free jazz zenekar vagyunk, hanem Freezio. Nem a klasszikus értelemben vett fúziós kifejezés illik ránk, de egyébként annyi, hogy próbálunk minél többféle zenét beleöltözni és beledobni ebbe az olvasztó tégelybe. Tehát nem ragaszkodunk konkrét stílushoz, hogy ez a zenekar ilyen stílusú, hanem igyekszünk, és ebből aztán ki is alakult, hogy egy elég sajátos vonal van nálunk. Tehát mindenhonnan fúzionálunk, mindenhonnan veszünk ötleteket, és próbáljuk beépíteni a zenénkbe dallamokat, akkord, meneteket, mindenfélét. Saját szerzeményeket játszunk, nagyon szeretjük a páratlan ritmikákat, általában valami ritmikai ötlet köré építünk egy groove-ot, és arra jön dallamokat, vagy esetleg fordítva, tehát ez mindig számfüggő. Legfőbb ilyen példaképünk az Avishai Cohen, tehát őt szeretjük, őt hallgatjuk mindannyian, de az egész zenekarnak úgy volt közös nevező. Ők képviselik talán ezt az irányt, amit mi készítettünk meg Magyarországon. Nekem a mesterem volt Juhász Gábor, tehát én vele bármikor nagyon szívesen lennék közös színpadon, és hogyha én kiindulhatok egy picit a gitáros létezésemből, én gitárosként Gyárfás Istvánt említeném meg még, aki nekem nagyon nagy példaképes, a Talon a zenekarával együtt, tehát ilyen csodálatos ember. De ha a fiatalokat nézzük, ott is rengeteg tehetséges gitáros van, akiknek a zenekar jövő, bármelyikkel nagyon szívesen dolgoznánk együtt. Van egy nagyon érdekes zenekar, a Special Providence nevű zenekar, velük majdnem volt egy ilyen össze kerülés egy helyre, ővelük is szívesen dolgoznánk együtt. Tehát nagyon sok ilyen irányban, nagyon sok zenészekkel. Thank you.
Thank you.
Thank you.